Szülői kezdeményezésre, hagyományteremtés céljából szervezett óvodaibát a Lépjünk Együtt a Kishegyi úti óvodáért alapítvány. A jótékonysági rendezvényt a felajánlások gyűjtése mellett közösségteremtés céljából is fontos kezdeményezésnek tartják. A befolyt összeget az intézmény délutáni műhely foglalkozásainak az eszközfejlesztésére fordítják. Hogy igényesebb és színvonalasabb munkát tudjunk biztosítani kollégáknak és a benne résztvevő gyerekeknek. Másrészt pedig szeretnénk ezzel is előkészíteni a majd később a műhely munkák átalakulását egyfajta tehetséggondozó műhelyekké. Ezen kívül még nagyon-nagyon fontos, hogy ez az oldal az, ezek a délutáni programok, szakmai műhelyek azok, amik igazán kiemelik a mi művészeti profilunkat. A jótékonysági bál ötletét Katona Andrea vetette fel, aminek a megvalósításához rengeteg szülői segítséget kapott, illetve az összes óvónő is kivette a részét a szervezésben. Örülnek, hogy ennyire sikeres lett a rendezvény, nagyon sok felől érkeztek felajánlások. A kezdeményezést jövőre is szeretnék folytatni, mivel fontosnak tartják, hogy tegyenek valamit az intézményért. Gyermekem ide jár, természetesen azt szeretném neki, hogy minél jobb körülmények között legyen, minél jobb legyen a felszereltség, minél több mindent meg tudjanak venni, valósítani, kirándulásokra el tudjanak jutni. A jegyek eladásából összesen 250 ezer forinttal sikerült az alapítvány számláját gyarapítaniuk, remélik, hogy a tombolák árusításával ez az összeg még gyarapodni fog az est végére. Ezen felül nem pénzbeli felajánlások is érkeztek, többek között az óvónő kórusa egy dallal lepte meg a megjelenteket. Mint az orsót, se